és egyszerű. Különböző kísérleteket mutatott be Nagy István, a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanára, azt demonstrálva, a kémia is lehet izgalmas és veszélyes is. Az egyik kísérletben mi is részt vettünk. Ez az. A földgázzal felfújt szappanhab és az azzal bekent kéz felgyújtásával több dolgot tanít meg a tanár. Így talán jobban is rögzül az információ egy átlagos diákban. Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, tehát azt jelenti, hogy szappanhabot felfújunk metángázzal. Ezt most metánnal is lehet, hidrogénnel is lehet, tehát lehet ezt még tovább fokozni. Na most a földgázzal ez a legegyszerűbb, utána pedig hát megkérjük a gyereket, hogy a kezét nedvesítse be, ebből a habból vegyen, és meggyújtjuk a kezét. Az az érdekes, hogy hát ennek a szappanhab, metánhabos keveréknek kisebb lesz a gyulladási hőmérséklete, mint a gyereknek a keze, tehát igazából semmi gond nem lehet vele. Nagy István Marosvásárhelyen született, Kolozsváron tanult, Szatmárnémetiben kezdett el tanítani. Majd Tolna megyében telepedett le családjával. És elkezdtem iskolát keresni, rögtön Szekszárdon az egészségügyi szakközépiskolába, ott felvettek, elkezdtem kémia-fizikát tanítani, ez 2004-ben, akkor volt egy újsághirdetés, akkor igazgató az újságban keresett Bonyhádra kémia tanárt, és akkor így jöttem Bonyhádra. Hát amikor először jöttem, akkor kerestem az iskolát. Én is megkérdeztem, hogy hol van a bonyhádi gimnázium, megmondták, tehát így tévedtem ide. A kémia-fizika néprajz szakos tanár azt mondja, szereti felkelteni a diákok figyelmét a tudományok iránt, a tehetséggondozást pedig kiemelkedő fontosságúnak tartja. Nagyon fontos a tehetséggondozás olyan szempontból, hogy minden gyerek tehetséges. Na most én inkább a kiválasztást tartom fontosnak, mert hiába jön hozzánk természettudományos osztályban, mert a nyolcadikos gyerek, főleg akik hozzánk jönnek, mindenből színötös. Tehát ő azt se tudja, hogy most mit akar csinálni, mert színötös matekből, nyelvekből, és akkor bejön a természettudományos osztályba. Ebből a szempontból jó a Bonyhádi gimnáziumnak az oktatási rendszere, mert 10. osztály után a fakultációs rendszerrel átjárható. Na most abban nincsen semmi gond, hogy valaki bejött természettudományos osztályba, és 11. után teszem azt társadalomtudománnyal kell foglalkozni, de jönnek a másikok is, akik bementek nyelvi, humán osztályba, és akkor abból az osztályból akarnak orvosok lenni. Tehát ez a legfontosabb, hogy a gyereket rávezessük, hogy mi a gyereknek a lehetősége, utána pedig, ha látjuk, hogy a gyerek érdeklődik ezen gondolatok iránt, akkor segítünk neki. És a tehetséggondozás az itt kezdődik. Nem tudunk mindenkit megtanítani kémiára, de nem is kell. Tehát az átlag ember csak egy általános műveltséget fog kapni kémiából, és aki pedig orvos akar lenni, vagy állatorvos, az nagyobb mennyiséget. A Bonyhádi Gimnázium kémiából minden évben ott van az országos versenyeken. Úgy szoktam mondani a 9-eseknek, hogy figyeljétek meg, ti most jöttetek hozzánk, de nélkületek nem fogják megtartani azt a nem tudom melyik országos versenyt, tehát ott lesznek. Nem nagyon hiszik, és amikor elmondom megint egy másik osztályba, hogy innen ebből az osztályból 11-be kémia fakultációs lesz, akkor megint csak fogják a fejüket, hogy nem hiszik, de mindig egy-egy osztályból 3-4 gyerekkel találkozom. Kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákjaival önálló projekteket szokott kezdeményezni. Ilyen volt többek között egy szigetüzemű napelem létrehozása az iskola udvarán, ami alkalmas a mobiltelefonok feltöltésére. De voltak a svájci CERN részecske gyorsítóban is. Ez azért a világ első 10 helyén benne van a tudomány területén, ott úgy jártunk, és magyar idegen vezetéssel is néztük a szétszedett detektorokat, vagy az, hogy Szegeden tudunk kutatni a kémia tanszéken, ez mind-mind egy többletet nyújt a gyerekeknek. De ezek nagyon fontosak ezek a történelmi akciók is, amikor megünnepeljük a periódusos rendszernek a 150. évfordulóját, tehát úgy megmozgatja a gyereket. Megmozgatja, magáénak érzi, és amikor elkészült a periódusos rendszerünk, és mindenkinek rajta van a képe, hát egy kicsi szeletet azért mi is kaptunk, mert a gyerek az elmegy, de ő is elvisz egy kis szeletet az iskolából.
A tanulók által formált óriás periódusos rendszer kirakása is a kémia szakos tanár ötlete volt 2011-ben, ezzel egy rekordot is megdöntöttek. Nagy István munkásságát az Állami Olajipari Vállalat Mesterem díjjal ismerte el 2021-ben. A kuratórium ezt az elismerést korábbi tanítványaik jelölése alapján ítéli oda 10 kiemelkedő munkát végző tanárnak és utánpótlás edzőnek. A diákjaim jelezték, kértek valami anyagot, hát akkor adtam nekik anyagot, és akkor felterjesztettek, hát telefonáltak, hogy megkaptam a díjat, örvendtem. Nagy István 34 éve tanít. Szerintem saját képünkre formáljuk ezeket a gyerekeket. Ha bejön egy 9. osztály, körülbelül 2-3 hónap, ameddig ők is próbálkoznak, én is próbálom ugyanúgy, ahogy eddig csináltam, és szép lassan 2-3 hónap után kezdjük érezni egymást. Nagy István néprajzzal is foglalkozik, szabad idejében pedig gazdálkodik 2 hektárnyi területen, és állatokat is tart. A családja is fontos számára, 4 gyermeke van.